Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió napi híradóját látják november 23-án péntek este, maradjanak velünk! A hagyományostól eltérő szabályok szerint zajlik a Kecske Kupa, a modern technológiát is bevethetik a versenyzők. Több tízezer vadludat és vándormadarat figyelhetnek meg szombaton a vadlud sokadalom résztvevői. Ülésezett a Tatai Televízió közalapítvány kuratóriuma, 7 napi rendi pontot tárgyaltak a felek. Nyugalmazott főorvos tartott előadást Számmel Vesz Ignácról a Fellner Jakab Kulturális Egyesület szervezésében. A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány néhány évvel ezelőtt új típusú, a modern, digitális világhoz igazodó országos matematika csapatversenyt indított. Az ingyenes Kecske Kupa helyszíneihez a Kőkuti Általános Iskola is csatlakozott, mely otthont ad az első két fordulónak. A játékos vetélkedőre 5. és 10. évfolyamon 118 csapat nevezett. Az Észak-Dunántúli régió matematika kedvelő diákjai mérkőzhettek meg a Kőkuti Általános Iskolában először megrendezett Kecskekupán. 118 csapat, azaz összesen 472 fiatal vett részt a versenyen, amely különlegessége többek között, hogy a csoportok QR kódjainak segítségével 20 másodpercenként frissült a kivetítőn is követhető ranglista sorrendje. A verseny mókás neve a kecskeméti székhelyű, matematikában tehetséges gyermekekért alapítványtól származik, akik a modern technika bevezetésével egy nagy sikerű matematika próbát kedveltettek meg a fiatalokkal. Számunkra is nagy meglepetés volt. Tudtuk, hogy nagy sikere van ennek a versenynek, hiszen látszik, hogy mozgalmas, élményszerű. A QR kód beolvasással digitális kompetenciánkat fejleszti a pedagógusoknak és diákoknak egyaránt. Mint ahogy látszik, a segítő diákok és pedagógusok amilyen színekben pompáznak, a négy témakörünk, a kecskeszámtan, kecskegebra, kecskemetria és kecskegyetem felelnek meg ezeknek a színeknek, és ezeken belül 8 feladatot oldanak meg a gyerekek nehézségi szintenként. 5.-től 10. osztályig versenyezhetnek a gyerekek, és ami még különleges ebben a versenyben, hogy folyamatosan kivetítjük az eredményeket, láthatják a gyerekek is, a versenyzők, a szurkolók az aulában, és nagy szerencsénk van, hogy a technikai feltételeink is adottak, hiszen ehhez a pályázat alkalmával elnyert tabletek is segítenek, és a frissen felújított wifi rendszerünk is segít benne. Az a fantasztikus ebben a versenyben, azon kívül, hogy ingyenes, hogy minden csapat tovább jut a második fordulóra, és márciusban mindenkivel találkozunk. Nagyon szeretnék közben köszönetet mondani a Fazekas utcai tagintézményünknek és az Ötvös gimnáziumnak, akik segítő diákokat biztosítottak a beolvasáshoz. Magyarország egyik legnagyobb természetvédelmet népszerűsítő rendezvénye egyben fesztiválja a Tatai Vadlud Sokadalom. Most szombaton a madárvonulás látványosságait, ritka fajokat ismerhetnek meg a látogatók, szakértők segítségével. Az eseményen hagyományosan természetvédelemmel foglalkozó szervezetek is bemutatkoznak, és gyermekprogramok is várják a családokat. Sok színes és izgalmas programmal várja a természetkedvelőket az idén már nagykorúvá vált Tatai Vadlud Sokadalom. A 18. alkalommal megrendezett esemény több szempontból is különlegesnek ígérkezik, hiszen már most rekordmennyiségű vadlú tartózkodik az öreg tavon. Így azok, akik ellátogatnak a szabadtéri fesztiválra, semmiképp se hagyják otthon távcsőjüket, illetve fényképezőgépüket, hiszen reggel 7-től egészen délután 5 óráig rengeteg látványosságra számíthat minden korosztály. Az előzetes bejelentkezések alapján, hiszen a közösségi médiában maga a rendezvény is elég jól pörög, az alapján úgy néz ki, hogy az egyik leglátogatottabb rendezvény elé fogunk nézni. Szerencsére ludaink is visszaérkeztek, megérkeztek. Ma reggel is jó 35 ezer lúd fogadta a kilátogatókat, és szerencsére egy nagyon látványos kirepülésnek voltunk szemtanúi. Magyarország, de talán Kárpát-medencének is a legnagyobb madár és természetvédelmi rendezvénye, akár hívhatjuk fesztiválként is. Tehát olyan széles körű, olyan sokszínű programmal tudjuk fogadni az érdeklődőket, hogy egy egész napot el tudnak itt tölteni. Tehát a reggeli kirepülés, mikor kimennek a madarak a táplálkozó területre, utána miután jönnek vissza a táplálkozó területről, közte
minden pillanatban szinte meg lehet találni azokat a érdeklődésre számot tartó programokat. Hát van egy madarász versenye is a rendezvénynek. A legjobb napon olyan 100-110 madárfajt figyelt meg a madarász csapatoknak a összessége. Jellemzően az énkén 90-95 madárfaj szokott előkerülni, és ami a legfontosabb, a ludak között is, most ma reggel is szinte mindenki itt volt, aki számot számít, tehát 7-8 ludfajt is meg lehet figyelni itt a nap folyamán. Aki egy kicsit is nyitott szívvel áll a madár és természetvédelem ügyéhez, az biztosan meg fogja találni, hiszen folyamatos előadások, filmvetítések zajlanak a játszóházban, a kis gyermekektől a középkorú gyermekekig mindenki meg fogja találni a maga kis feladatát, hiszen közel 30 ember fogja foglalkoztatni a gyermekeket. Ott is lesz három nagy programunk, ami zenés, bábos, quiz show-tól kezdve, kinn a tómederben fog zajlani solymáz bemutató, állati jó bemutatók, folyamatos narrá. Szerintem ez is egy unikális programele magának a rendezvénynek, hiszen reggel 7 órától este 17 óráig a narrálás közben is kapjuk az információkat. A fesztiválra érkezőket a madárlesen kívül vásári forgatag is várja, így a kézműves termékeken túl a finom ételek, különleges teák és borok is garantáltak. A szabadtéri eseményre azonban ajánlott a meleg öltözet, hogy semmi se szabhasson határt a 18. Tatai Vadlúcsok adalom adta élményekben. Kuratóriumi ülését tartotta a Tatai Televízió közalapítvány. A napirendi pontok közt szerepelt a média tanács által kiírt pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató, a helyi akciócsoport koordinálása mellett zajló stúdiófelújítás helyzete és a hálózatba kapcsolódás aktuális kérdései. Közel 6 milliós műszaki fejlesztés valósul meg a Tatai Televízióban. 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek a média tanács pályázatán, és 1,5 millió forintot, mint önrészt, a reklámbevételekből biztosítottak. Hangzott el a kuratórium elnöki tájékoztatóban. A régi meghibásodott kamerák és adás lebonyolító pótlása mellett sikerült fejleszteni az összeköttetések biztonságát, de az archiválás is egyszerűsödik majd. Egy másik pályázat keretében a nyílászárók cseréje is megtörténhet, így a vasablakok miatti irreális magas fűtési költségeket sikerül minimalizálni. Az irodaházról történő leválasztásnak része az átalakítás. Az a cél, hogy egy alacsony rezsivel működő feladatát hatékonyan ellátó stúdió létrejöjjön. A közeljövőben megvalósuló építkezés eredményeképpen a Tatai Televízió archívuma is kutatható lesz. Szabályozott keretek között a tatai polgárok betekinthetnek az eltelt 30 év televíziós felvételébe. Külön napi rendi pont foglalkozott a Tatai Televízió közalapítvány szabályzatainak aktualizálásával. Ez érintette a selejtezési szabályzatot, a számviteli politikát, a bizonylati rendet, a pénzkezelési szabályzatot, leltározási szabályzatot, valamint a munkaügyi szabályzatot is. Tájékoztatók hangzottak el ezt követően, többek között a média tanács által kiírt pályázatok teljesítéséről, a stúdió átalakításról, a Zöldváros kialakítása című pályázatról, és ezen kívül pedig a hálózatba kapcsolódás aktuális kérdéseit tekintették át. A kuratórium ülés zárt üléssel fejeződött be, amely munkaügyi kérdésekben döntött. A Fellner Jakab Kulturális Egyesület megalakulása óta igyekszik programjait úgy összeállítani, hogy legtöbb rendezvényük Tata és térsége történetéhez, művészetéhez, jeles évfordulókhoz és prominens személyekhez kötődjön. Legutóbb Semmelweis Ignácról emlékeztek meg születésének 200. évfordulója alkalmából. Az anyák megmentőjeként is ismert Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából tartott ismeretterjesztő és egyben megemlékező délutánt a Fellner Jakab Kulturális Egyesület november 22-én a Magyar Zoltán Művelődési Házban. Ha körülnézünk, minden tudományos munkában egy magyar kutató ott van. Semmelweis Ignác az anyák megmentőjének is mondják, kiváló orvos volt, tudós, és hát őről emlékezünk meg, abból az apropóból, hogy születésének 200. évfordulója van. Az érdeklődőknek dr. Garán Lajos nyugalmazott szülész, nőgyógyász főorvos tartott előadást Semmelweis Ignác életéről, és az orvostudomány számára meghatározó felfedezéseiről. Tulajdonképpen Semmelweis Ignác tulajdonképpen magyar orvos tudománynak egy fénylő csillaga. Tehát ennél nagyobb név szinte nincsen. Azóta a minden évben Semmelweis születésének a napján, július 1-én, a
minden kórház, magyar kórházban ünnepséget rendeznek, és ilyenkor vannak a jutalomosztások az egészségügyi dolgozóknál. És tulajdonképpen ez azért van, mert Semmelweis a maga korában korszakalkotót alkotott, mégpedig tulajdonképpen ő olyan időszakban, amikor még nem ismerték a baktériumokat, nem ismertek nagyon sok mindent az orvostudományban, szinte középkori módszerek voltak még, akkor ő statisztikai alapon ki tudta mutatni, és ki is mutatta azt, hogy a gyermekágyi lázat az tulajdonképpen mi okozza, hogy hát ő ezt amit úgy nevezünk, hogy baktérium, és tudjuk, hogy baktériumok okozzák, streptokokkoz baktérium. Ő időben ezt úgy mondta, hogy bomló szerves anyagok. Hát nem tudta a baktériumokról sem. De ezáltal, de ezt nem mondta ki előtte senki előtte, ő volt az, aki elmondta. Sokféle elmélet volt, hogy a gyerekágya lázat mi okozza, de ő tudta egyedül konkrétan meghatározni azt, hogy milyen ez a bomló szerves anyag. Hogyha ezt most behelyettesítjük a baktériumokkal, akkor tulajdonképpen a mai napig megállja a helyét, amit ő akkor kitalált. Úgyhogy semmi vizsgáló laboratórium, semmi vizsgálati eszköz nélkül ezt erre rá tudott jönni, statisztikailag bizonyította, és hát ugye az a szomorú az egészben, hogy ezt a kortársai nem fogadták el. Tehát nem egyén. Tehát ő azt hitte, hogy ezt föltalálta, és igazolta statisztikailag, hogy ezt hogy lehet megelőzni, klóros kézmosás, stb. Ezeket, és nem tudta meggyőzni a kortársait. Tehát jó, nagyon sok barátja volt, nagyon sokat elismerték, ismerősei, az országon belül, Magyarországon belül azért nem voltak ellenségei, de a világon ezek a nagy nevű szülészek, ezek bizony sokan ellenálltak, és hát nem fogadták el. A munkássága fönnmaradt, és tulajdonképpen egy jó 10-20 év múlva azért mindenhol elismerték már, és 50 év múlva, tehát a 19. század végén, addigra már teljesen mindenki azt mondta, hogy Semmelweis az anyák megmentője. A Fellner Jakab Kulturális Egyesület számára fontos, hogy nagyobb teret kapjon a kulturális élet, így egész évben számos megemlékezést tartottak a tatai közönségnek. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet bemutatására készült a Taváros önkormányzata, ezzel kapcsolatban lakossági fórumokat szerveznek. November 26-án hétfőn a Városháza dísztermében, november 28-án szerdán az Agostyáni Községház könyvtárában, december 3-án hétfőn a Jászmin utcai iskolában, és december 4-én kedden az Új Kajakház ökoturisztikai központban, valamennyi esemény 16 óra 30 perckor kezdődik. Nyílt napot hirdetett a Tatai Református Gimnázium november 30-án pénteken 7 óra 53 perctől áhítatra invitálják az érdeklődőket a református templomba, 8 óra 10 perctől a tanítás részleteivel ismerkedhetnek meg, 16 órától pedig az második emeleti nagyteremben Illés Dániel igazgató és Szabó Elődné vallástanár általános tájékoztatót tart. Új kiállítás nyílik hamarosan a Református Gimnázium mind galériájában. Bépető Mária ikonfestő Tükör által homályosan című tárlatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a Tatai Helytörténeti Egyesület közreműködésével. A programot Havasi Bálint plébános nyitja majd meg november 27-én, kedd délelőtt 9 óra 45 perckor. Folytatódnak a diavetítések a gyermekkönyvtárban. Meséket olvas fel Petrozsényi Eszter színművész november 26-án hétfőn 17 órától a Váralja utca 4 szám alatt. Szeretettel várnak minden gyermeket és szüleiket is. Újabb eseményt szervez a Tatai Baloldali Klub. November 26-án hétfőn 16 óra 30 percre várják az érdeklődőket a Bordóházba, ahol is Mesterházi Attila, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, és dr. Szakács László, az MSZP elnök helyettese osztja meg gondolatait a kötetlen beszélgetés formájában. Előtte 15 órától pedig aláírásgyűjtést hirdettek a Kossuth téri postánál.
Péntek esti híreinket most megmutatjuk Önöknek még egyszer, röviden. A hagyományostól eltérő szabályok szerint zajlik a Kecske Kupa, a modern technológiát is bevethetik a versenyzők. Több tízezer vadludat és vándormadarat figyelhetnek meg szombaton a vadlud sokadalom résztvevői. Ülésezett a Tatai Televízió közalapítvány kuratóriuma, 7 napi rendi pontot tárgyaltak a felek. Nyugalmazott főorvos tartott előadást Számmelweis Ignácról a Fellner Jakab Kulturális Egyesület szervezésében. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! November 23-án péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én szép estét kívánok, és szép hétvégét Önöknek! Viszontlátásra!